Köszönöm szépen, Szótának úr, tisztelt országgyűlés! Írásban leadott kérdésemben arra hívtam fel a figyelmet, hogy egyre több a dühös gazda, akik jogosan elégedetlenek a szaktárcának a tevékenységével, és elégedetlenségük oka az, hogy az átalakult pályázati rendszerben ugye nagyon sokan kerültek olyan helyzetbe, hogy meglévő állatállományjal nincs meg a megfelelő legelő, a megfelelő szálas takamányra betakarítandó helyszín, és nyilvánvalóan ez a pályázati rendszer nagyon sok tekintetben nem felel meg az ők szempontjaiknak. Tettünk javaslatot korábban arra, hogy ez a pályázati rendszer legyen átláthatóbb, és esetleg vehessenek részt benne gazdaszervezetek, vehessenek részt benne a parlamenti pártok, hogy feltárjuk és átláthatóbbá és tisztábbá tegyük ezt a pályázati rendszert. Ezen indítványainkat a kormányzat nem fogadta el. Ugyanakkor nyilvánvalóan látszódik, hogy a sajtónyilvánosság előtt mindenféle éhen pusztulással váró állatállományokon lehet olvasni, lehet továbbra is olvasni arról folyamatosan, hogy olyan gazdálkodók vannak helyzetben és földbirtokkal, akiknek esetleg nem is legelő állatállománya van, és nyilvánvalóan ez a rendszer kedvezőtlen a vidéki munkahelyek megtartására. Arra kérem nagy tisztelettel államtitkár urat, hogy ne arról beszéljen, hogy milyen volt a rendszer az MSZP idején, ne arról beszéljen, hogy ki régen mennyi pályázó volt és mennyi most a rendszer, hanem arról, hogy hogyan lehet megszüntetni azt, hogy ne legyen folyamatosan hangos a sajtó attól, hogy az állami földek nem vesznek figyelembe minden szempontot, és folyamatosan emberek kerülnek és gazdálkodásukkal együtt olyan helyzetbe, ami ellehetetlenítheti őket. Mikor várható az, hogy átalakul ez a pályázati rendszer, mikor lesz átláthatóbb, mikor van arra az esély, hogy immár lényegesen nagyobb transzparenciával és sokkal korrektebb szakmai döntésekkel szülessenek meg a pályázatok. Nyilvánvalóan a következő időszaknak új földpályázati kiírásai erre lehetőséget teremtenek. Az lenne jó, hogyha ezeket az új kiírásokat esetleg egy új rendszer osztaná már el, ami sok szempontból jobb lenne, mint az előző. Arra kérem államtitkár urat, hogy vázolja fel nekünk a lehetőségeit annak, hogy lát-e esélyt arra, hogy átalakítsuk a pályázati rendszert. Köszönöm szépen. Képviselő úr kérdésére Bitai Márton őrs államtitkár úr válaszol, tessék. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ÁSZ, tisztelt képviselő úr. 2014 őszén lett átalakítva a pályázati rendszer, sok esetben pont azért, amilyen kritikák érték, és eltelt egy időszak, ami alapján érdemes volt átalakítani, illetve végig gondolni. Szeretném, sajnálom, hogy ez elkerülte a figyelmét, mert egy elég komoly horderejű átalakítás volt, ha mondjuk a hiánypótlás lehetőségének megteremtésére gondolok, ha mondjuk arra gondolok, hogy csak saját tulajdonú állatállománnyal lehet pályázni, ha mondjuk arra gondolok, hogy a művelési ág szerinti állatállománnyal, tehát mondjuk egy legelő vonatkozásában legelő állatállománnyal lehet csak pályázni, vagy mondjuk a nyilatkozatokra, amelyeket leegyszerűsítettünk, illetve az új földforgalmi törvényhez igazítottuk, az adott közigazgatási területről pályázó gazda még több többletpontot kap, mint amit korábban kapott. A kiírás után alakult cég vagy lakhelyet változtatott személy már nem tud pályázni a pályázaton. A fiatal gazda pályázók a korábbihoz képest még több többletpontot kaptak, és számos bürokratikus egyszerűsítésen is végigment. De azt gondolom, hogy nyitott ajtókat dönget, pont ezeket a pályázati kiírási feltételeket, amit ön említett, ezeket módosítottuk. Az átláthatósággal kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy per pillanat nincsen olyan bírósági eljárás, ami az átláthatósággal kapcsolatosan ne zárult volna megnyugtató módon, ne lennének jogerős ítéletek. Pontosan tudjuk, hogy mi az, amit a bíróság hosszas mérlegelés után, mert számos egymásnak ellentmondó ítélet után született meg a jogerős ítélet, mi az, ami az átláthatóság keretébe beletartozik, és egyértelmű, hogy nyilvánosodott, és mi az, ami nem. Tehát ebben nincsen már olyan eljárás, ami még függőben lenne. A felvetését azt ezúton is szeretném megköszönni. Az állatállomány pusztulásról csak annyit, hogy 40 ezer birka a Jász-Nagykunszolnok megyébe és Hajdú-Bihar megyébe összesen nincsen, mint amennyivel riogatnak most. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.